Szóval én arról szeretnék elmélkedni egy picit, hogy hogyan lehet ma követni Jézust. A kereszténység elmúlt 2000 éve az egy nagyon-nagyon kemény iskolát rajzolt ki Jézus követésére, ami elsősorban az erények iskolája, ugye? Most csak tő szavakban a klasszikus meghatározásokat mondom, hogy négy sarkalatos erény van: okosság, erősség, mértékletesség, igazságosság, és tulajdonképpen a keresztény útja egy életen át az az erény iskolája, amiben az önfegyelem, a vágyak elfojtása, stb. A test megtagadása által, az ego, az egyéniség háttérbe szorítása által lehet rálépni a Jézusi útra, és tulajdonképpen az összes rendalapító, szerzetes, szentek, stb. Mind ezt az utat járták. Önmagam teljes megtagadása és Jézus követése. Szenvedésen, fájdalmon, stb. Keresztül. Ma valahogy ez mintha nem igazán lehetne járható. És az ember ugye hajlamos arra, hogy minél inkább kedvezzen magának, vajon hogyan lehet akkor Jézust megközelíteni, ha ma már nem ostorozzuk magunkat, ha már nem tudunk olyan önmegtagadást tartani, mint amit a nagy szentek. Hogyan kövessük őt? Egyáltalán nagyon hosszú sora van annak, hogy miért alakult ez így, hogy a kereszténység miért lett az erények iskolája. Ahogy én detektáltam, de ez csak az én véleményem, az, hogy a görög-római filozófia beáramlása és beszivárgása a kereszténységbe lehetett az a gyújtópont, ahol az a fajta arámi, galileai zsidó hagyomány, az a nagyon kézzel fogható és szerintem meglehetősen földhöz ragadt és egyszerűen élhető lelkiség, az átfordult egy egyre inkább elvontabb és egyre inkább filozófikus kategóriába. A platonizmus, neoplatonizmus, az orfikus filozófia, az arisztotelészi elgondolások, hát ugye Aquinoi Szent Tamásnál teljesedett ez ki, hogy Arisztotelész filozófiájára építve kezdte el fölépíteni a rendszerét, és nála történt meg az, hogy Istenből prima causa, az első ok lett, meg mozdulatlan mozgató, és abból a közeli istenképből, akit Jézus tanított, hogy avum deves maja, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, tehát atya, abból megint egy távoli istenség képe rajzolódott egyszer csak ki. Ha megnézzük Jézus személyiségét, akárhová is helyezzük el a skálán őt, akkor bizonyos dolgokat azért megállapíthatunk. Már beszéltünk arról, hogy volt egy kis agressziója, már beszéltünk arról, hogy tudott türelmetlen lenni, de alapvetően kedves ember volt, ha nem is teljesen úgy, mint ma. Ahogy én őt nézegetem és olvasgatom, és érdemes úgy is elolvasni az evangéliumokat, hogy csak Jézus szavait olvassuk el. Azt vettem észre, hogy Jézusban nincs frusztráció. Nincs benne neurózis, nincs benne meghasonlottság, és soha nem küzd önmagával, és most akkor rögtön helyesbítenem kell, mert ugye a Getsemáné kertben az izzadság cseppjei, mint vércseppek hultak a kövekre, tehát ott ő volt a tűfoka és a teve is egyszerre, át kellett préselnie magát az Isten akaratán, és ez belső küzdelem volt, nem így értem, hanem a saját tulajdonságaival nem harcolt soha. Meg az életeseményeivel nem harcolt soha, hanem el tudta őket fogadni. Tehát hogyha kicsit pszichológizálva megközelítem, akkor azt kell mondom, hogy Jézus egy tökéletesen egységes és harmonikus személyiség volt. És akkor fölmerült bennem a kérdés, hogy az hogy lehetséges, hogy akkor a kereszténység a Jézushoz vezető utat nem a harmónián keresztül keresi, hanem a folyamatos háborún keresztül. És a belső harcon keresztül. Ugye Szent Pál nagyon-nagyon sokszor mondja, hogy öljük el tagjainkban a rosszat, tagadjuk meg magunkat, halljunk meg önmagunk számára, hogy aztán Jézus Krisztus élhessen bennünk. Ha megnézzük a Szentírást, akkor azt látjuk, hogy Isten bináris opozíciókban hozta létre az egész teremtést. Ez ilyen rejtélyesen hangzik, de nem az. Tehát üssük fel a teremtés könyvét, kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. Hopp! Ellentétpár.
aztán elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Hopp, még egy ellentétpár. És lett este és reggel első nap. Hopp, este, reggel, még egy ellentétpár. Tehát mindjárt az első napon három ellentétpárral találkozunk. És aztán megteremtette az embert, aki férfi és nő. És ha azt mondjuk, hogy ember, akkor mi arra gondolunk, hogy én az ember, de ha innen nézzük, akkor az ember az a férfi és a nő bináris opozíciója együtt. Tehát egységes. Istenről azt mondjuk, hogy teljes, tökéletes, mindenható, és ugye mindenféle isteni jelzőkkel illetjük őt. A teljes és a tökéletes, a kereszténység általában erkölcsi kategóriaként, tehát egy ilyen morálteológiás megközelítésben, mint perfekciót értelmezi, de ha egy picit visszább megyünk az időben, akkor a Jézus korabeli galileai arámi zsidó gondolkodás egy picit más volt. A teljest, azt, meg a tökéletest az úgy értették, hogy ami be van töltve, tehát már nem fér a pohárba több, már nem tudok többet beletölteni. A teljes az azt jelenti, hogy hiánytalan, nem hiányzik belőle semmi. És szöget ütött a fejembe, hogy vajon lehetséges-e bejárni a lelkiséget úgy ma, hogy nincs benne a harc, hanem ha Isten a bináris, tehát a kettősségek egységét teremtette meg, akkor innen megragadni azt az utat, és innen követni Jézust. És így jutottam el arra, hogy a klasszikus út természetesen járható, de nem mindenkinek. Ha valaki arra nem talál utat, akkor megpróbálhatja emerre, tehát egy ilyen soft keresztény lelki úton, bocsánat, hogy így mondom, a szerzetességnek 2000 éves tudása az, hogy az önismeret és az istenismeret az elválaszthatatlan egymástól. Csak annyira vagyok képes megismerni Istent, amennyire képes vagyok megismerni önmagamat. És csak annyira ismerem meg önmagamat, amennyire Istent képes vagyok megismerni. Az Isten ismeret az most nem azt jelenti, hogy fölütöm a Bibliát és megtanulom az ige helyeket. Vagy hogy statisztikát készítek a Bibliából, hogy melyik a legtöbbször használt jelző Istenre nézve, és akkor ebből le tudom szűrni azt, hogy tehát Isten ilyen. Ha valaki teljes és tökéletes, akkor nem ilyen vagy olyan, hanem minden is. Egyszerre. És mindez egyszerre tökéletes harmóniában és egységben van benne. Tehát, ha elkezdem megismerni önmagamat, akkor kezdem el megismerni Istent. Mert hogy a kereszténység, ha nagyon, most nagy végletekig leegyszerűsítem, semmi más, mint az Istennel való személyes kapcsolat. Semmi másról nem szól. Arról szól, hogy menj be a te belső szobádba, ott imádkozz, kapcsolatba kerülsz Istennel, és aztán ebből nyert ki a kegyelmet, a békét, ami nem azonos a világ békéjével, hanem Krisztus békéje, és az üdvösséget. Ha tehát megismerem Istent, akkor önmagamat is meg kell ismernem. Ez pedig csak azért lehet, mert hogy Istennel nem itt találkozunk gyömrőn, hanem mindenki belül, a saját lelkében. Kizárólag ott tud Istennel találkozni, illetve, ahogy Dani is mondta, a közösségen belül egymásban. De kapcsolatfüggő a dolog. Tehát olyan nincs, hogy én vagyok egyedül, meg az Isten. Olyan nincs. Állandó, dinamikus kapcsolatban vagyunk. Milyen a keresztény önismeret? Isten ismeretesem az, hogy a Biblia alapján statisztikát készítünk róla, hogy milyen tulajdonságok jellemzik őket a prófétai iratokban, így magunkkal kapcsolatban sem az az önismeret, hogy a legjellemzőbb tulajdonságainkat berakjuk egy dobozba, összerázzuk és kiborítjuk, és akkor ez vagyok én, hanem valami egészen más. És megint csak Jézus integráns személyisége az, ami számomra példaként mutatkozik. Nem volt benne benső küzdelem az életeseményeivel és a saját tulajdonságaival kapcsolatban. Persze lehet mondani, hogy jó, hát ő bűntelen volt, neki könnyű volt, mert úgy aztán igazán könnyű. Szerintem keresztény szempontból az az önismeret, ha úgy tudok önmagamra,
a saját tulajdonságaimra és a saját életeseményeimre tekinteni, hogy nem borulok ki. Vagy nem kezdem el hype-olni magamat, hogy hú, de jó vagyok. Tehát amikor az ember, lányommal voltam a múlt héten a Nemzeti Galériában, meg a Szépművészetiben, és ahogy az ember bemegy egy ilyen terembe, és azt mondja, hogy hú, na itt ez a festmény. Megnézem közelről is, mert érdekelnek az ecsetvonások, meg hogy azt a csipkét hogy csinálta meg, mert innen tökéletes, de közelről csak pacákat látok, tehát zseniális. De közben érdekel az egész is. És tudom úgy szemlélni, hogy nem borulok ki tőle. Na most, hogyha a saját életünk eseményeivel kapcsolatban, és itt nyugodtan lehet a legnagyobb drámákra gondolni, a legnagyobb veszteségekre, a legnagyobb fájdalmakra, vagy a saját legundorítóbb tulajdonságainkra, mert mindannyian egyformák vagyunk, van bennünk jó is, meg rossz is, meg így is, meg úgy is. Úgy tudunk tekinteni, hogy nem akarjuk elnyomni, nem akarjuk lenyomni a tudattalamba, nem akarunk nem szembenézni vele, hanem el tudunk jutni oda, nyilván ez hosszas munka, meg tréning, hogy igen, ez vagyok én. És ettől nem borulok ki. Azt tudom mondani, hogy igen, nem vagyok tökéletes, gyarló vagyok, tehát ember vagyok. Igen, holnap megpróbálom nem elkövetni ezt a hibát, és megpróbálok jobbá válni. És Clairvoy Szent Bernát mondta, hogy a tökéletesség. Hát a tökéletesség az, hogy ma megpróbálok egy kicsit jobb lenni, mint amilyen tegnap voltam. Day by day, napról napra, szépen. És akkor az már valami fajta irányt legalább kirajzol. Abban ne ringassuk magunkat, hogy mi ezt a tökéletességet el tudjuk érni ebben az életben, amilyen tökéletes Isten. Szóval, ha így tudok magamra tekinteni, akkor egyszer csak előáll az a helyzet, hogy nem engem rángatnak a múlt eseményei, meg a személyes tulajdonságaim nyomán bennem felszökelő vagy kitörő érzelmek, hanem kvázi tudom őket kezelni. És azt tudom mondani, hogy igen, ez is én vagyok, az is én vagyok, emez is, amaz is. Vagyis helyreáll egy egyensúly, kialakul egy balansz, egy belső egyensúly. Nem ölöm meg a rosszat magamban, mert nem tudom, mert aki azt mondja, hogy bűntelen, az hazuggá teszi az Istent, mondja a Szentírás. Tehát úgyse tudok megszabadulni tőle, de megpróbálok nem harcolni. Tehát ha én most a Danit itt megütném, és azt mondanám neki, hogy ide figyelj, még egyszer ide ne gyere, de menjünk és verekedjünk. Tehát biztos, hogy elkezdene védekezni, aztán visszatámadna. De én azt mondom neki, hogy Dani, szeretlek. Úgy vagy, úgy fogadlak el, ahogy vagy. Jó ember vagy. Mit? Nem fog megütni. És szerintem ugyanígy van az ember belső tulajdonságaival is, meg az emlékeivel is. Ha lenyomom a tudattalamba, akkor a legváratlanabb percben fog visszatámadni, és olyan erővel, hogy nem tudok mit csinálni. Minél jobban el akarunk folytani valamit, annál nagyobb erővel üt vissza és támad vissza. Olyankor, amikor már azt is elfelejtettük, hogy lenyomtuk. Tehát semmit nem tudunk vele kezdeni. De ha azt mondom, hogy aha, igen, az az ember, aki azt tette, az én vagyok, vagy én voltam. Akkor elkezd aztán kialakulni egy belső harmónia és egyensúly. És azt gondolom, hogy ez az a belső harmónia és egyensúly az, ami igazán Jézushoz vezet. A mai kor embere iszonytatóan sokat foglalkozik a pillanatnyi érzelmeivel, meg az akaratával, meg azzal, hogy mit élt át a múltban, meg igazából túl pszichologizáljuk a dolgokat, én is sajnos. Ez így van. És közben elfelejtjük azt a szálkát megkeresni, vagy azt a gerendát, mert akkor most már azt is ki kell mondani, hogy tulajdonképpen minden hibáért, bűnért és kísértésért egy valakit kell felelőssé tennünk, és ez nem egy sátán vagy egy ördög, hanem a saját rossz hajlamainkat, amiknek alkalomattán utat engedtünk. Csak ez egy olyan érdekes, mitikus jegy az emberen, hogy nem akarja azt mondani, hogy én rontottam, mert ez azt mondja, az ördög volt. Nem én voltam. Hát ez Éva első mondata a paradicsomban, miután letépi, és számon kérik rajta a tudás gyümölcsét. De ja, nem én voltam. Hát és Ádám is az. Ja, az asszony volt, nem én. De mindegy, csak mutatni lehessen valakire.
Na, erről van szó. Tehát amikor nem kezdünk el mutogatni másra, hanem azt mondjuk, nem. Én voltam az. Én vagyok az. Én úgy hiszem, hogy ezen az úton el lehet indulni Jézus felé. És akkor van egy dolog, amit nem lehet kihagyni, és itt számomra itt válik semmissé a történelmi Jézus kép. A grácia infúza, vagyis az emberbe beletöltött, beleöntött kegyelem. Tehát a kereszténység azért mégiscsak egy gyakorlatias dolog, egy tapasztalati dolog. És ha az ember érzi a kegyelmet, és mi papok tulajdonképpen semmi más nem csinálunk, olyanok vagyunk, mint az ingatlan közvetítők, mi közvetítjük azt, amit Isten ad a közönség. Bár bocsánat, de igen, tehát nem úgy vagyunk közvetítők, hanem rosszul mondtam, párkapcsolati terapeuták. Tehát ha elromlik az Isten és a hívő személyes kapcsolata, akkor megpróbáljuk megtalálni, hogy hol szakadt el a fonál, és akkor újra kifeszíteni, vagy segíteni, helyrehozni. És az összes szentség, az oltári szentség, az összes szentelmény, a kegyelmek, mindenfajta liturgiák és imádságok és litániák mind azt a célt szolgálják, hogy ez a személyes kapcsolat meglegyen és működjön. De ez csak akkor lehetséges, ha önmagamat ismerem, mert akkor fogom megismerni Istent is. Tehát itt jön be a kegyelem, ami megmagyarázhatatlan, megokolhatatlan, és nem igazán tudunk vele mit kezdeni, csak az ember érzi, elfogadja, befogadja, vagy esetleg visszautasítja, hiszen Isten szabad akaratot adott nekünk, hogy megtehessük ezt is, azt is. No, én sem szeretnék hosszan beszélni, meg jó lenne erről is egy kicsit talán beszélgetni. Azzal szeretném csak zárni, hogy van egy rabbinikus hagyomány, ami, ja, nem tagadom le az örök életet, félreértés ne essék, ami azt mondja, hogy az örök élet ebben a földi relációban, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy az örökkévaló dolgaival foglalkozom. Hát ugye a biblikus héber megkülönbözteti, vagy hát a zsidóság megkülönbözteti az olam habát, mint az örök életet, és az olam sa'achot, ami a röpke élet. Azért a röpke élet az, amikor valaki eszik, iszik, meg még mit csinál, aztán jót alszik utána éjszaka, de hát nem, tehát nem foglalkozik spirituális dolgokkal, nem foglalkozik az ember teremtésben kapott isteni küldetésével, azzal, hogy beteljesítse azt, amit Isten rábízott, vagy éljen azzal, amit Isten rábízott, csak úgy biológiailag létezik. És ezt a kettőt szembeállítja egymással. És azt mondja ez a tradíció, hogy ha az örökkévaló dolgaival foglalkozunk, akkor az már az örökkévalóságnak egyfajta megragadása és élvezete és megélése. És a történet egy rabbiról szól, aki hosszú-hosszú éveken át tanulmányozta a szent iratokat, és aztán, amikor ezzel végzett, akkor kisétált és látta a földműveseket dolgozni a földeken, és csak annyit mondott, lám, föladták az örök életet, hogy az ideig való élettel foglalkozzanak. Tehát így húsvét előtt nagyböjtben próbáljunk meg egy picit koncentrálni az örökké való dolgokkal való foglalatosságra, és ha valakinek kedve van, szerintem ez egy üdvözítő út, akkor nézzen bele a tükörbe, akár homályosan is, hogy lássa, igazán lássa önmagát, és elkezdje elfogadni önmagát, hogy Istent is be tudja fogadni. No, köszönöm, hogy meghallgattatok.